Bővülő családtámogatások 70%-ról 100%-ra emelkedik a csecsemő gondozási díj mértéke jövő év júliusától. Biogazdálkodás. A kormány szerint itthon nehezen tarthatók be az Európai Unió közös agrárpolitikájában előírt feltételek. Egyre többet költünk a boltokban. Novemberben is folytatódott az élelmiszereket érintő infláció. ...3221 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma, közülük 13197-en Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élnek. A mai adatok szerint az országban 160 beteg hunyt el. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A kormány az egészségügyi védekezés fenntartása mellett további gazdaságvédelmi és családvédelmi intézkedéseken is dolgozik. A turizmus vendéglátás ágazat hazai képviselőivel a napokban a pénzügyminiszter egyeztetett. A megbeszélés eredményét Varga Mihály Facebook oldalán jelentette be. Az ágazati szereplők jelezték, hogy bár az eddigi kedvező intézkedések nagy segítséget jelentettek a fennmaradásukban, a veszélyhelyzet meghosszabbításával a munkahelyek védelme érdekében további segítségre van szükségük. Ezért arról döntöttünk, hogy a vendéglátás, szálláshely, művészet, szórakoztatás és szabadidő szektorokban az 50%-os bértámogatást jövő év január végéig fenntartjuk. Arról is döntöttünk, hogy amennyiben később az ágazat szereplői kezdeményezik, az intézkedések meghosszabbíthatók. Ezzel 140 ezer munkahelyet védünk meg. Az adó- és járulékkedvezményeket szintén fenntartjuk, így az ágazatokban működő vállalkozások mentesülnek a munkáltatói adóterhek megfizetése alól. Az eddigi lépéseket kiterjesztjük az utazás szervezéssel foglalkozó cégekre is. A cél az, hogy a gazdaság újraindításában a magyar turisztikai szektor is eredményesen vegyen részt. Ez most az kell, hogy a költségvetés oldaláról is segítsük a fennmaradásukat, és megőrizzük a munkahelyeket. ...70%-ról 100%-ra emelkedik a csecsemő gondozási díj összege jövő év július 1-től. A kormány a családbarát intézkedések mellett újabb otthonteremtési támogatásokat is bejelentett, ezek már január 1-től életbe lépnek. A miniszterelnökség parlamenti ügyekért felelős államtitkára szerint a válság idején még fontosabb a családok védelme. A családokért felelős tárca nélküli miniszter néhány napja bejelentette, januártól az új építésű ingatlanok értékesítési áfája 27%-ról 5%-ra csökken, azok pedig, akik csokkal vásárolnak ingatlant, az 5% áfát is visszaigényelhetik. Emellett a csokkal vásárolt új vagy használt ingatlanok illetékmentesek lesznek. Mindez egy szemléletes példán keresztül azt jelenti, egy nettó 30 millió forintos ingatlan esetén az áfa csökkentés 6,5 millió, az áfa visszaigénylése 1,5 millió, az illetékmentesség pedig további 1,2 millió forint megtakarítást jelent. Így összesen 9 millió forint maradhat egy családnál. A családteremtési kedvezmények területén is lesz újdonság. A miniszterelnökség parlamenti ügyekért felelős államtitkára szerint a CSED emelése hatalmas segítség lehet a fiatal édesanyáknak. Beterjesztettük az országgyűlés elé, és az országgyűlés el is fogadta azt a törvényjavaslatot, melynek következtében 2021. július 1-től az eddigi 70%-ról 100%-ra emelkedik a csecsemőgondozási díj mértéke. Ez azt jelenti, hogy ezt követően azok az édesanyák, akik megszülték a gyereküket az első fél évben, a bruttó fizetésük 100%-et kapják meg, ami magyarra fordítva azt jelenti, hogy több pénzt fognak kapni, mint a szülés előtt a nettó keresetük, hiszen a ebből a csecsemőgondozási díjból csak a 15%-os SZIA-t vonják le, tehát magasabb lesz a keresetük az első fél évben, gyermekük első fél évében, mint akkor, amikor dolgoztak. A növekmény a nettó keresethez képest abból adódik, hogy a CSED-ből kizárólag személyi jövedelemadó előleget vonnak, míg társadalombiztosítási járulékot az ellátás után nem kell fizetni, így ezek összege a gyermeket vállaló családoknál marad. Az államtitkár hozzátette, ez a kedvezmény nem csak azokra az édesanyákra vonatkozik majd, akik július 1-je után szülnek. Ha valakinek 2021 év elején születik gyermeke, és a CSED-et igénybe véve van otthon, júliustól rá is érvényes az új szabályozás. Zsigó Róbert elmondta, az elmúlt években bevezetett otthonteremtési és családtámogatások iránti érdeklődés továbbra sem csökken.
2010-ben Magyarországon egy családban át fordulat jött létre. Annak a munkának, amit végzünk, valóban, ha lehet így fogalmazni, akkor két lába van. Az egyik az a családok támogatása. Például visszavezettük a családi adókedvezmény rendszerét 2011-ben, amely azt jelenti, hogy a családi pótlékot kapó személyek 95%-a ezt igénybe tudja venni. 2020. január 1-től több olyan intézkedés indult meg, amely a családi akcióterv 1 keretében történt. Például a babamáró támogatás, amelynek az összege, a családok által megkapott összege már meghaladta az 1000 milliárd forintot. De a nagy családosok autóvásárlási támogatását is több mint 30 ezeren vették már igénybe. A falusi csok lehetőségét több mint 15 ezeren. Az államtitkár hozzátette, a kormány törekvéseit nem befolyásolja a koronavírus miatt bekövetkező gazdasági visszaesés. Sőt, mint mondta, ebben a helyzetben még fontosabb a családok védelme. Így a cél továbbra is az, hogy a fiatalok számára biztos munkahelyeket és olyan támogatásokat biztosítsanak, ami elősegíti az otthonteremtést és a családalapítást. Továbbra sincs egyesség a közös agrárpolitika biogazdálkodást érintő kérdéseiben az Európai Bizottság és a tagállamok között. Az agrárminiszter televíziónknak elmondta, a magyar kormány álláspontja szerint a magyar gazdák versenyhátrányba kerülnének a jelenlegi uniós törvénytervezettel. A kistermelők ellehetetlenülnének, az élelmiszerek pedig jelentős mértékben drágulnának. A jövő évtől kezdődő új 7 éves fejlesztési ciklussal a mezőgazdaságban is új időszámítás kezdődik a következő hónapokban. Az Európai Bizottság által megalkotott közös agrárpolitika új szabályrendszere ugyancsak 2023-ban venné kezdetét. A következő 2 évben a tagállamoknak fel kellene készülniük az új irányelvek gyakorlati megvalósítására. Az új szabályrendszer elsősorban a biogazdálkodást helyezi előtérbe, amely azonban teljesen új technológiát követel a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdáktól is. A kormány szerint ilyen rövid időn belül lehetetlen alkalmazkodni a megváltozott feltételekhez. Az EU zöld politikája szükséges, az viszont rossz irány, hogy még a bevezetés előtt büntetéssel fenyegetik a hagyományos termelést alkalmazó gazdákat. Az agrárminiszter szerint ezzel rengeteg kisvállalkozás ellehetetlenülne. Két nagy erő küzd egymással, és mi azon vagyunk, hogy hogyan tudunk egyensúlyt találni. Az egyik az a társadalmi elvárás, hogy teremtett világunk minőségét, a környezetünk minőségét hogyan tudjuk megőrizni, hogyan tudunk vigyázni rá, hogyan tudunk minél több olyan cselekedetet végrehajtani, amely ennek a környezetnek a minőségét javíthatja. Az egy teljesen hibás álláspont, hogy a gazdákat okozóként a legnagyobb kár okozójaként könyveljük el, és nem szövetségesként. Hiszen kinek érdeke igazából, hogy a környezetünk minőségét megóvja, annak a paraszt embernek, aki kint gazdálkodik a földön, és minden tevékenysége a szabadban a környezethez köthető. Tehát a gazdatársadalom a legnagyobb szövetségese a környezet minőségért küzdőknek, ezt az elvet be kell vallani. Nagy István hozzátette, gazdaságossági szempontból is nehezen kivitelezhetőek az új irányelvek. A jelenlegi javaslatok arról szólnak, hogy 2023-tól fele ennyi növényvédőszert és 20%-kal kevesebb műtrágyát használhatnak a gazdák. Ez pedig jelentős terméscsökkenést, valamint hatalmas élelmiszerárnövekedést eredményezne. Az agrárminiszter kifejtette, a nehezen megtermelhetőség miatt így máshonnan származó alapanyagokkal töltenék fel a készletüket az élelmiszerláncok. Az nem lehetséges, hogy az Európai Uniós gazdákat és köztük a magyar gazdákat is tönkre tegyük ezzel, versenyhátrányba hozzuk, mert drágában tudja előállítani az alapanyagot, majd mondjuk innen a keleti szomszédunktól pedig olcsó tömegáruként behozzuk az árut, és azt bocsátjuk a vásárlók rendelkezésére. Teljesen ellenőrizetlen körülmények közötti tartásmódból, ott nem nézi senki, hogy mennyi a növényvédőszer felhasználás, nem nézi, hogy az antibiotikumot mennyit adunk az állatnak, nem nézzük, milyen állatjóléti követelmények vannak, hát ez teljesen nem lehetséges. A mezőgazdaságot érintő klímavédelmi intézkedésekről az Európai Bizottság legutóbb október 22-én szavazott. Véglegesnek azonban még most sem tekinthető a törvénytervezet, és a közeljövőben várhatóan újra tárgyalják bizonyos részleteit. Októberhez képest csak 0,1%-kal drágultak az élelmiszerek novemberben a hazai boltokban. Egy év táblatában azonban már több mint 6%-os az áremelkedés. Miközben jóval többet költünk élelmiszerre, mint néhány hónappal ezelőtt, a vásárolt mennyiség nem növekszik ugyanilyen mértékben.
Míg néhány hónapja még meglepődtünk, mára már megszoktuk a boltok élelmiszer árcímkéjén olvasható számokat. Volt időnk hozzászokni a dráguláshoz, nem most kezdődött az élelmiszerek inflációja. A legfrissebb novemberi számok alapján az látszik, hogy egy év alatt 6,2%-kal nőtt az áruk. Ezen belül az idényáras élelmiszerek drágultak a leginkább, mintegy 14,5%-kal tavaly novemberhez képest, de jóval többet kellett fizetni a párizsiért, kolbászért, étolajért, lisztért és cukorért is. Októberhez képest legalább csak 0,1%-os volt az áremelkedés. Ugorjunk azonban egy kicsit visszább a múltba, idén márciusban a koronavírus járvány első hullámának felfutásakor a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint összesen 410 milliárd forintot költött el a magyar lakosság az élelmiszerüzletekben. Ez majdnem 21%-kal volt több, mint az egy évvel korábbi adat, ami érthető is, hiszen ekkor zajlott le a korlátozások miatti pánikvásárlások nagy hulláma. Ha azonban azt nézzük, hogy mennyi volt a megvásárolt élelmiszerek mennyiségének növekedése ugyanezen időszak alatt, akkor jóval kisebb számot kapunk, mint egy 15%-ot. A két adat között durván 6%-pont különbség van, aminek a G7 cikke szerint két egyszerű, logikus oka lehet. Nyilvánvalóan számolni kell az élelmiszerinflációval, másrészt az is megdobhatja a vásárlók kosarának értékét, ha annak összetétele az egyébként is drágább termékek felé mozdul el. A márciusi nagy felhalmozás után egyébként áprilisban már alig vásároltunk többet, mint 2019 áprilisában, júniusban pedig egyenesen negatívba fordult a mutató. Júliustól októberig éves összehasonlításban szinte stagnált ez a mennyiségi adat, vagyis nagyjából ugyanannyi élelmiszert vásároltak az emberek, mint tavaly nyár végén és ősszel. Ősszel már nem indult be újból a pánikvásárlási roham a boltokban, hiába érkezett meg a járvány második hulláma. A gazdasági portál arra is felhívja a figyelmet, hogy bármelyik hónapot is vizsgáljuk meg idén, a mennyiség hullámzása ellenére a volumen és az érték közötti különbség mindig 5-6% között volt. Vagyis a pandémia ellenére is a minőségi, drágább termékeket keressük, vagy legalábbis több ilyen van a bevásárlókosarunkban, ami összességében a magasabb költés oldalára billenti a mérleget. Az előző évekhez képest közel háromszor annyi éves autópálya matricát vásároltak az autósok az előértékesítés során. Már az első napon közel 7100 e-matricát adtak el, tájékoztatott a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT vezérigazgatója. A vásárlók többsége D1 díj kategóriájú járművére, jellemzően személyautóra váltott ki úthasználati jogosultságot, több mint 5200 éves megyei és 1300 darab éves országos matrica talált gazdára 85,6 millió forint értékben. Az e-matrica rendszer összes díj kategóriájában szintén ezen a napon közel 104 millió forintért keltek el 2021-es éves autópálya matricák. A szolgáltató a vásárláshoz elsősorban a saját mobiltelefonra optimalizált elektronikus értékesítési felületét ajánlja, ahol a közlekedők gyorsan, egyszerűen online vehetik meg e-matricájukat. Ráadásul az itt történő vásárlások után nem kell kényelmi díjat fizetni. A koronavírus járvány eredményeként több hulladék keletkezik a háztartásokban. Ez annak köszönhető, hogy a tömeges otthoni munkavégzés miatt jóval több időt töltünk a saját lakásainkban. Összességében azonban nem változott a hulladékmennyiség, hiszen a cégeknél, intézményeknél és éttermekben a korlátozások miatt kevesebb keletkezett. A legtöbb intézménynél, cégnél, a bezárt kávézókban, éttermekben visszaesett, a háztartásokban azonban nőtt a hulladék mennyisége az elmúlt hetekben. A kukák töltöttségén is látszik, sokan dolgoznak otthonról és tanulnak a négy fal között. Különösen városi környezetben ez valóban észrevehető, a hulladék összmennyiségét tekintve olyan nagymértékben nem változott a mennyiség a korábbi évekhez viszonyítva, hiszen aki nem a munkahelyén van, hanem otthon van home office-ba, az egyenlege ugyanaz, tehát ugyanannyi hulladékot termel, de valóban a lakótelepeken, a sűrűbben lakott település részeken megfigyelhető, hogy nagyobb mértékű a hulladékképződés. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, folyamatos a szemétszállítás. A hulladék szállító autók befogadó kapacitása azonban véges. Az elmúlt időszakban többször is azt tapasztalták a Kft. Munkatársai, hogy a korábban egy autóban elférő hulladékmennyiség nem volt elegendő, ezért egy újabb járművet kellett a szokásos körre beállítani.
Eddig elmondhatom, hogy semmiféle fennakadást nem okozott a társaság tevékenységébe a koronavírus járvány. Köszönhető ez annak, hogy minimális a dolgozóink körébe a megbetegedés, tehát ennek megfelelően a járataink időben el tudnak indulni, kollégák be tudják szedni a hulladékot, és a kezelés is megfelelő mértékben zajlik. Az ügyvezető hozzátette, összességében tehát nem változott a hulladék mennyisége, a tévhitekkel ellentétben pedig a közszolgáltatási díj sem fog változni, hiszen az jogszabályban meghatározott. Attól nem kell tartani, hogy a megnövekedett hulladék mennyisége miatt a lakosságnak többet kellene fizetnie. Hozzátette, a hatályos szabályoknak megfelelően a hulladék szállítási díj még a következő évben sem változik. Függőséget alakíthat ki a folyamatos internet és mobiltelefon használat. Az ártalmatlannak tűnő szokás az agy jutalmazó rendszerének szerkezeti változását idézheti elő. Az internet háttérbe szorítja a tartós memória használatot, felelős az alacsony információfeldolgozásért és a kreativitás csökkenésért is. A technológia fejlődése mindenkorban befolyásolta nem csak az emberi szokásokat, hanem az agy működést is. A viselkedési minták megváltoztatásával módosul a tanuláshoz való hozzáállás és ezáltal a képességeink is. Az internet használat hatása elgondolkodtató tényeket mutat. Elég huzamosabb ideje van jelen az internet használat, a mobil eszközök használata az életünkben, és ez izgatja a kutatókat is, nem csak a társadalomtudósokat, hanem a biológusokat, agykutatókat is. Nicholas Kahn-nak Magyarországon is megjelent ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes kutatás, amit könyvbe foglalt, hogyan változtatja meg az agyunkat az internet címmel, és valóban látni, hogy nem csak azt változtatja meg, hogy milyen nyelvezetet használunk, lerövidítjük a szavakat, például a kommunikációban, vagy hajlamosabbak vagyunk azáltal, hogy a közösségi média használatos szokásokat alkalmazzuk a mindennapi kommunikációban is, hanem az egy tevékenységekre is hatással van, és beszélnek meg neurológusok egyfajta paradigmaváltásról is, ami annyira egyedülálló az emberiség történelmében, mint mikor az írásbeliség belépett az életünkbe. Az internet használat szakemberek szerint erősíti azon képességünket, hogy mindenre egyszerre tudjunk figyelni, amely azonban egyenes arányban felszínességet okoz és akadályozza az elmélyülés lehetőségét. Amíg a könyvolvasás megtanított figyelmünk központosítására és a kreatív gondolkozásra, ezzel szemben az internet a sok forrásból származó apró információs posztlányoknak a gyors megismerésére ösztönöz, és elterelheti a figyelmünket, és tudományosan is bebizonyították, hogy élményeink megváltoztatják az agyunkat, tehát az információ keresésére, tárolására és megosztására használt digitális technológiát ténylegesen átszervezik az agyunk idegpályáit, plusz még a függőség veszélye is fennáll. Ezek általában a folyamatos internet használat miatt is kialakulhat, illetve általában a videójátékoknál, bizonyos közösségi média csatornák fogyasztásánál, Instagram, TikTok, amik nagyon interaktívak, itt állhat fel a függőségnek a veszélye a fiataloknál. Nem csak az agyi struktúrákat képes átalakítani, hanem a droghoz hasonló függőséget is kialakíthat bennünk az internet használat, derül ki a Nemzeti Agykutatási Program keretében elvégzett vizsgálatokból. Az internet függőség diagnózisáról vita folyik a szakirodalomban. Általában akkor állapítják meg ezt a szindrómát, ha a páciens életvitele teljesen átalakul. Gyógyszeres kezelés nincs az internet függőségre, leginkább a kognitív viselkedés terápia segíthet. A 8 évesekkel kezdve az U14-jel bezárólag 4 korosztályban indított csapatot a bajnokságban a Szabolcsi Jégsport Egyesület. A koronavírus járvány miatt egyelőre nem működik a korisuli, de a cél az, hogy tovább nőjön a közel 100-as létszám, és a jövőben még több csapatot versenyeztessen az Egyesület. A nyíregyházi fiatalok már nyáron elkezdték a felkészülést, a hétközi száraz edzések mellett hétvégenként Sátoraljaújhelyre jártak tréningezni a szabolcsi solymok. Ősszel Debrecenben voltak heti egyszer régen a hokisok, november közepétől pedig már saját pályájukon ütik a korongot a fiúk és a lányok.
Bár a járványhelyzet alaposan megnehezíti a játékosok és az edzők dolgát, örömre is van okuk a sólymoknak. Nagy előrelépés az egyesületünknek az idén, mert U12-ben, mint látjátok, nagy pályát tudtunk elindulni, tehát van most már annyi gyermekünk, hogy el tudtuk őket nagy pályán indítani. Az U8-szal ugye most ugye bajban vagyunk a pandémia helyzet miatt, mivel a közönség korcsolyát nem tudtunk rendezni, ezáltal elmaradnak a korisulik, és ugye a kiválasztásnál ez nagyon-nagyon nagy problémát jelent. Még bízunk benne, hogy megbírkózzunk a helyzettel. A normál helyzetben nagyon sokan vannak, ez természetes. Ugye most mondtam, hogy a szülők se lehetnek jelen, ugye azért is nincs nagyobb hangzavar, de amikor nincsen erős helyzet, tehát tavalyi szezonban is nagyon sokan voltunk, tehát 90 gyermekünk van, azokat versenyeztettük folyamatosan. Az új vezetőedző Csiki Csaba szerint mindenben fejlődniük kell a fiatal nyíregyházi hokisoknak, akik fogékonyak a munkára. Én ugye augusztusban érkeztem a Kercsó Árpád mester helyére, mint vezetőedző. Hát a célkitűzésünk az a tanulási folyamat, ugye, mert majdnem nulláról kell kezdeni, kevés a jég. Jégidőnk Debrecenben járogattunk át, a politechnikára fektetünk nagy hangsúlyt, meg a ütőkezelés, erőnlét, ezekre a dolgokra próbálunk odafigyelni, hogy minél jobban tudjuk a szezon zárni. Most ez a DVTK egy erős ellenfél, jobbak, mint mi, ők már augusztus óta tudnak jégen készülni, mi egy-két hete vagyunk jégen folyamatosan, ahogy mondtam az előbb is, még nagyon az elején tartunk. A szabolcsi sólymok a következő szezonban már U16-ban is szeretnének csapatot indítani, a hosszú távú cél pedig az, hogy felnőtt együttese is legyen az egyesületnek. December 9-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, amelyen holnap este várjuk Önöket legközelebb, addig is látogassanak el weboldalunkra a most elhangzott tudósításokért. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Eleinte változóan felhős, majd túlnyomóan borult lesz az ég, az északkeleti szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1, +4 fok között alakul. Nappal is erősen felhős vagy borult lesz az ég, az esti óráktól pedig párássá válik a levegő. Eső egész nap várható. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5-9 fok között alakul. A hét hátralévő részében marad a borongós, párás idő, éjjeli kötfoltok is képződhetnek. Számottevő csapadék nem lesz, de kisebb szitálás többfelé kialakulhat. Hétfőtől már napos tájak is lesznek, bár ez országos szinten még nem lesz jellemző. Hajnali fagyokra leginkább az északkeleti, keleti országrészben kell majd számítani.